március 18-án pénteken délelőtt tartottuk itt Győrbe a vízvilágnapot, hagyományos helyszínen itt a Mosonyi Dunaparti csónakházba. Ide vártuk az iskolásokat, óvodásokat. Nagyon nagy az érdeklődés most már az óvodások irányából is. Éppen a Bóbita óvoda csoportját láthattuk az előbb. Nagy szeretettel nézték végig a vízi közműterepasztalt, most pedig fölmentek a játszóházba. Jártak itt már a Radnóti iskolások, a Hild iskolából érkezett csoport, és még bizonyára néhányan érkezni is fognak, hiszen igyekeztünk nagyon érdekes bemutatókat összeszedni a gyerekeknek. Itt a panonvíz részéről láttuk a vízi közműterepasztalt, a harcsásféle falikút gyűjteményt, vízkémiai bemutatót, itt az udvaron a vízkár elhárításnak az eszközeit láthatjuk, azokat az eszközöket, hogyha nagy Isten történne valami vízszennyezés, ezeket az eszközöket látnák a tévéhíradóban is, ahogyan a kár elhárításnál használják. Mint mondtam, az emeleten játszóház, ahol is oknak színezővel és mágnes táblán építhetnek ivóvízvezetéket. A vízvilágnak tulajdonképpen március 22-ére esik, itt a győri programokat most péntekre időzítettük, talán ez így az iskolásoknak kedvezőbb, hogy ide hétvégén már egy kicsit lazább napot tarthatnak.